James Bondra mindig szükség van. Így történt ez az imént is. Körülnézek, látom a büfés lányát. De úgy eltűnt, mint a pinty, aztán meghallottam, hogy még Törökországban maradt, most már ott van a háremben. Pedig hát oda a férfiakat küldtem, a nő. Na mindegy, szóval ez így eltűnt. A büfékocsit meg rákapcsolták a bécsi gyorsra. Úgyhogy egy dolog, több pénz maradt a zsebükben. Vagy ettek, ittak, amit hoztak magukkal. Szóval a Magyar Államvasutak nevében elnézést kérek a büfében érdekességgel. De aztán most menjünk csak tovább, egy kicsit Spanyolország következik. Spanyolországban nem jártunk, minden érdemes oda elmenni. A donok, az igazi donok hazája. Don Juan, aztán Don Carlos, aztán Szokolai Dongó Balázs, aztán Don Quixote. Na szóval ezeknek mind a leszármazottja, aki most idegen vezetőként pillanatokon belül megjelenik. Caramba! Yo soy español! Grupo, cargo, ah, atmosfera, agresión! No! No, agresión! Pax! 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 Peace! Boldog új évet kíván! Boldog új évet kíván! Buen anni! Zorro? Zorro! 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 Atmosfera, gloria, Hungría, fiesta! Katina? Cereza? Nem is a büfékocsit keresztül. Cereza! De valahol elmegyek vele, nem bánom. Buenos Aires! Buenos Aires, nem az egy másik ország. Thank you.
kérem szépen, sokat gondolkodtam, hát ahogy a vasutasok szoktak, általában valamikor egész jó dolog jut az eszembe. Például, még tényleg fiatal vasutas voltam, arra gondoltam, hogy minden népnek van valamilyen tánca. Néhányat úgy össze is tudtam hozni, így eljutottam a mi magyar népünkhöz, hát melyik az az igazi jellegzetes tánca? Csárdás, így van. Bocsánat, úgy de sajnálom, hogy az a büfékocsi nincs nyitva, mennyi mindent vehetnének maguknak. Szóval, a csárdás, erről van szó, a csárdás. Melyik a leghíresebb csárdás? A Monti csárdás, nem? Így van. Na ki mondja meg nekem, hogy hol van Mont? Én a vasúti térképet jól megnéztem. Ugye tudják, a magyar államvasúti térkép, ott aztán apróra meg van. Ami azon nincs, az nincs is. Na hol van Mont? Mert hát Monti, akkor az Montra valósít. Mondja a magyar. Sokat okosodtam egyébként. Na, mert mit gondolod? Merre van Mont? Csoki? Egy csoki? Két csoki? Nincs olyan. Sehol nincs, drága szíve. Mit mutogat magára? Ő mondta. A 700-át. Úgy össze fognak veszni, ha nem adok most mindegyiknek egy-egy csokoládét. Azt mondja, sehol nincs. Azt miért nincs sehol se, drágám? Most nem a pénz után, meg a bor után érdeklődni, hogy sehol sincs. De miért nincs sehol se? A Monti az egy katonai vezető volt. Tessék, melyik országban? Osztrákoknál. Igen, igen, de annál egy kicsit lejjebb is megyünk. Olasz, Olaszországig menni. De kapizsgálta, a fejcsoki tegye meg először, nem is. Na, szóval, erről van szó. Monti, kérem szépen, ez egy nápolyi, nem? Csokoládés nápolyi, nem citromos nápolyi, hanem Napoli. Napoliból van. Tehát egy nápolyi ember volt, aki megírta a legjobb magyar csárdást. Reméljük, hogy a legjobb magyar csárdás következik. Egy biztos, hogy amit most fognak hallani, ez a szemnek is jó, a fülnek is jó, de biztos, hogy ilyet még nem láttak, nem hallottak. Thank you.
ország, ahová a 40 évvel ezelőtt nem ment volna el a vonatunk, akkor az orrunkra koppintottak volna. Akire nézek, az mondja meg. Szóval már szabad akaratunkból megyünk oda, segítek, nem mondtam ki az igazi nevet, segítek. Rasputin, ott van a fölmenők között, Rasputin, igen, ott van a diótörő, akkor ott van az Aurora összes matróza, mi több, az egész vörös hadsereg. Szóval, дорогие друзья, иди сюда! Здравствуй, Джозу! Здравствуй! Иди сюда, пусырковать! Три раз! Ez tényleg ráz. Ruszka, vengerszki, ruszki narod. Járacsú pésznya. Azt szeretné elmondani? Kanyecs. Ruszki dusa, orosz lélek. Stosztajíts, kacsajá, tonkajá, nyobíva. Золотой склеяясь, не забывая. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет водка, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама. Köszönöm szépen! Most, ha nem zavarják önöket a szelek, akkor egy kicsit segíthetnének nekünk, ugyanis most a vonatunk a Tajgán megy keresztül, egy kicsit lehúzzuk a vonat ablakát, és a következőben kellene segíteni, aki tudja szájjal. Tehát varázsoljuk ide a Tajga szelét, tessék, hallja? Ez, tessék, közben ilyen, még jöjjön, még egy ez kell. Ez az, nagyon jó. Még egy utolsó. Thank you.
Hát, hogy meglegyen a teljes egyensúly, ha már jártunk Oroszföldön, elmegyünk Amerikába is. Itt eszembe, hány fekvő támaszt tud megcsinálni Chuck Norris? Az összeset kimondta? Tessék fel állni! Szóval van egy másik híresség is. Amerikában természetesen ő lesz a mi idegenvezetőnk. De hát hol van? Úgy járt, mint a büfékocsival járt az imént. Hello! Elvisz a vonat? Hi everybody! Do you feel good? Everything's alright? Yeah! Are you ready? Yeah! Oké, okay, akkor menjünk, ígyünk egy whisky. Amit előtte mondott, azt tudják, hogy mi volt. Boldog új éve. Kérem szépen, milyen volt a műsor? Semmit nem értettem ebből. Hogy jó volt? Mondjuk azt korosban, jó volt. Jó volt! Akkor azt mondom a finálé előtt, hogy az egész évük, a 2017-es legyen ilyen jó, vagy még ennél, hát ennél nem tudjuk. Ilyen jó.
rengeteg mosolyjal teli, rengeteg egészséggel, illetve gazdagon az egészséggel, mindenkinek semmi panasz ne legyen, rengeteg pénzzel, de ha nagy Isten egy kicsit kevesebb is, akkor okosan tudják beosztani. És ami a legfontosabb, vidámnak lenni, örülni, mosolyogni. És most finálé! Thank you.